el kell higgyük, hogy ez az egész ma már globális bolsevik világkormány diktatúra, amit épülget mindenütt a világon, ez nem fog menni. Mert ezeknek a képviselői azért csinálják ezt, mert ők félnek tőlünk, attól a potenciált, ami bennünk van, csak alszik. Ha erre rájövünk, akkor nincs előttünk semmi akadály. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz, ahol igazságkereső és az igazság mellett erőt kereső emberek vannak, akik az erőt a cselekvéshez keresik. Tehát ez egy szellemi közösség, amit itt építünk, ahol gondolatokat ébresztünk, ahol elkezdünk, ahol nem állítjuk azt, hogy minden igazságot mi tudunk, de hogy elkezdjük ezt együtt átgondolni, az egészen biztosan jót tesz a saját életünkben és a környezetünk életében is, és az egész férfiak klubja, a mozgalom is, és a férfi nő ügy, amit én vállaltam, ugyanerről szól, hogy vissza kell vennünk a kontrollt, a saját életünk, nem sodródhatunk tovább, mert a férfiből és a nőből lesz az élet. De ennek az egész csatornának a másik oldala, az pedig a szemléletnek a gyarapítása, hogy tisztán kell látnunk a pályán, és ma egyre nehezebb tisztán látni a pályán, tehát rengeteg energiát kell bele arra szánni, hogy elkezdjük a nagy-nagy zajból kiszaszerolni azokat az igazságokat, amiből összeállhat egyfajta, először egy sejtés, aztán egy viszonylag homályos kép, de az már jó. Ha van egy homályos képünk, az már elég jó a nagy semmihez képest. Úgyhogy ezt építjük itt. Örülök, hogy bírjátok ezt a komoly tartalmi tempót, és örülök, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat Ercsei Attila, aki ökoépítészmérnök. Egy korábbi adásban volt arról szó, hogy hogyan, milyen alapokon kezdett elő társadalompolitikai, társadalomfilozófiai kérdésekkel foglalkozni, és ennek a gyakorlatával is ugye a Makovesz iskolából kinőve, és most már a párhuzamos társadalom mozgalomnak is az alapítója, illetve az Európai Közép magazinnak az alapító főszerkesztője. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan emberrel beszélgetünk, aki évtizedek óta foglalkozik azzal, hogy van-e alternatíva. És az alternatíva keresés mindannyiunk érdeke, úgyhogy üdvözöllek, Attila, ismét. Örülök, én is üdvözlöm a közönséget, és köszönöm, hogy itt lehetek. Én most ebben a műsorban a párhuzamos társadalom mozgalomról szeretnélek téged kérdezni, hogy magyarázzuk el a nézőknek, hogy ez egy olyan fogalom már, ami mint egy terminus technicus, ugye be van vezetve a világba. Ugye, tehát rengetegen próbálnak erről beszélni, hogy ennek megvan a maga tartalma. Mit takar ez? Igen, én abból indulnék ki, hogy ez alatt nem a Németországban fölépült iszlám párhuzamos társadalmat értem, ami ugye a török vendégmunkásokba alakult, akik nem voltak hajlandóak integrálódni, hanem az előképünk az a szolidaritás, a Lengyel Szolidaritás Szakszervezet, akik 1980-ban alakultak, és világosan látták, hogy abban a pillanatban nem tudják leváltani a kommunista rendszert, de az amúgy tűrhetetlen, ezért megfogalmazták, hogy meg kell szervezzenek egy párhuzamos társadalmat, és majd, ha eljön az idő, akkor leváltják a kommunista rendszert. És ezért létrejött maga a szakszervezet, de a tagjainak teljes körű védelmet biztosított, egészségügyi ellátást, élelmiszerellátásig bezárólag. Tehát fölépítettek egy struktúrát, és az később egy adott pillanatban győzelemre is jutott. Más kérdés, hogy ők is besétáltak ugyanabba a csapdába, mint mi, de ez az előkép. Azt jelenti, hogy ugyanaz a csapda, hogy ugyanazt a gazdasági struktúrát importálták nyugatról, igen, és tapsikolva belevágtak. Tehát az az érdekesebb, amit mondasz, hogy a történelmi közelmúltban ez valósággá tudott válni. Igen, igen, ez így volt, és nem csak akkor, hanem ugye, ahogy a múltkor is utaltam rá, hogy ugyanezt fogalmazzák meg most a napjainkban zajló németországi gazdatüntetések résztvevői. Tehát, hogy
Az egy, hogy szeretnék, ha eltakarodna ez a politikai elit, de azt mondták, hogy nem akarják lerombolni a rendszert, hanem megmutatni egy alternatívát, hogy az emberek lássák, hogy van jobb is. És ez a párhuzamos társadalom, ami azt jelenti, hogy ez biztos, hogy kezdetben egy kisebbség kezdi el csinálni. És föl kell építeni egy működő alternatívát, ami meggyőző, és itt nem ideológiákról kell vitatkozni a parlamentbe vagy bárhol máshol, hanem meg kell csinálni. És ha látják az emberek, hogy ez működik, akkor az menni fog. És itt ennek bármely aspektusába belemehetünk, a pénztől a másfajta működésig, de ez a lényeg. És ez Németországban is megfogalmazódott, de a Covid-krízis alatt számos más helyen is, hogy látjuk azt, hogy az a struktúra, amiben eddig hittünk, aminek átadtuk magunkat, oktatásügy, egészségügy, politikai rendszer, az nem működik, nem minket szolgál. Na, de akkor mi legyen? Akkor mi el tudjuk-e képzelni, hogy milyen legyen az, amikor egy olyan világ, amiben szeretnénk élni? Lehetségesnek tartod, hogy ezek a jelenleg működő nagy rendszerek helyettesíthetőek? Kiválthatóak? Az biztos, hogy helyettesíthetőek, de nem azonnal. Tehát én semmiféle forradalomnak nem vagyok híve, mert először azt kell megfogalmaznunk, hogy mit akarunk helyette. És éppen ezért most nem kormányváltásba és nem is rendszerváltásban kell gondolkodnunk, mert ha lecseréljük az elitet, jó, másnap mit fogunk csinálni? Mik azok az okok, amik a mai krízishez vezettek, és ebben ez most már jól látható. Az is látható, hogy kik mozgatják ezt a rendszert, milyen gondolatok alapján. És azt kell mondani, hogy az egy tévedés, hogyha azt gondoljuk, hogy most akkor a bankárkaszta felelős ezért, vagy egy zsidó világ összeesküvés, vagy egyéb hasonló őrületek. Nem. Az az elit, az a titkos vagy nem titkos elit, aki ma irányítja a világot, azok régi gondolatokra építenek, és kihasználják ezeknek az elavult gondolatoknak a lehetőségeit, beleértve a pénzrendszert is. Tehát, ha mi új gondolatokkal egy új működést elkezdünk csinálni, akkor az ő rendszerük elolvad. Míg hogyha a bankárkaszt fejét levágjuk, akkor a sárkányfej újra nő. Tehát nem az elitcseréről van szó, hanem gondolatok, új gondolatokról. És új gondolatok mentén épülő, együttműködő közösségekre? Igen, mert hozzá kell tenni, hogy különös módon figyelem irányult és lelepleződött ennek a járványbiznisznek a valódi mozgató rugója, és ez az eugenika, ugye ez a népességszabályozás. Az a népességszabályozásnak a ideológiai alapja az a darwinizmus. Ugye a darwinizmus abból a félreértésből indult, hogy a természetben az erősebb győzelve uralkodik, ami nem igaz, mert a természetben szinergia és együttműködés van. Persze vannak húsevő állatok, de ez is egy organizmus része. És aztán ezt átvitték a társadalomra, mint szociáldarwinizmus, és ebből mentén, a materialista logika mentén ebből a rendszerből az jön ki, hogy az emberiség egy bizonyos része felesleges, akiktől meg kell szabaduljunk, és ennek, ahogy az eugenika atya, például Galton, aki Darwin unokatestvére volt, megfogalmazta, úgy lehet a feleslegtől megszabadulni, hogyha járványokat, éhínséget és háborúkat gerjesztünk. Na most mind a három itt van a nyakunkon. Korábban még ugye, de ennek része az LMBTQ, a családok szétverése, a kulturális keretek szétverése, beleértve a vallásokat, hogy a kereteiktől megfosztott emberek sodródásában ugye ki legyenek téve ezeknek a hatásoknak, tehát mind ugyanebbe az irányba hat. Ebből a materialista, szociáldarwinista álláspontból el kell jutnunk oda, mert ez vált a kapitalizmus ideológiai alapjává, hogy az erősebb győz, a szabad versenyben nyomjuk el a másikat.
ezzel szembeáll egy olyan gazdaság, ami az együttműködésen alapul. A szükségletek kielégítése az elsődleges cél, amelyre a mai gazdaság egyszerűen képtelen. Tehát nem elégíti ki a szükségleteket, mert másra figyel. Tehát, hogyha ezzel kezdünk el foglalkozni, és végére járunk, hogy mi a növekedés kényszer oka, és mik a profitorientált gazdaságnak a következményei a környezetre meg a társadalomra vonatkozva, akkor rákérjünk, hogy van egy másik út, ami az együttműködésen és szolidáris gazdaságon alapul. Most ennek van itt az ideje, mert már a körmünkre égett. Ha jól értelmezem én a körülöttünk levő világot, akkor ez a fajta profitorientált globális rendszer, ez megfosztott bennünket annak a képességétől is, hogy felismerjük a saját szükségleteinket. Hogy a saját szükségletünk nem a sok étel, hanem a jó beltartalmú és elégséges étel lenne. Hogy nem a márkás, csicsás, hamar tönkremenő ruha, hanem az elegáns, szép, hosszú időn áttartó ruhanemű, meg az autók, meg bármi más is, ugye, és itt a szükségletek definiálása is megváltozott az emberekbe, és ők azt gondolják nagyon sokan, hogy ez a rendszer tudja a legjobban kielégíteni azt a szükségletet, amit már programozottan beléjük tápláltak. Nem tudom, hogy ebbe az irányba elmenjünk-e, vagy inkább arra menjünk rá, hogy a párhuzamos társadalom, ami egy... Te azt mondod, hogy van kisebb közösségek, aztán nagyobb közösségek kezdenének el egy sikeres modellt felépíteni arra, hogy a valódi szükségleteiket, ami még egyszer mindig visszatérek, a férfi-nő, az az én fő ugye, munkám, hogy az életet tovább tudják adni, legyenek férfiak, legyenek nők, legyenek házasságok, képesek legyenek ezeket megtartani. Ez egy nagyon kemény, újraépítendő kulturális dolog. Tehát ezt elveszítettük, tehát ezzel foglalkozok én. De az élelem kell, az egészség megóvásának az egyéb részei, a mire költünk, mire nem költünk, honnan szerezzük be, és ennek az egész rendszerének, te látod azt, hogy közösségek erre képesek lennének? Illetve visszatérek újra meg újra, a múltkori adásban is beszéltünk erről, hogy ezzel az ember anyaggal, aki ilyen mértékig van átindoktrinálva, vagy kimosva, lehetséges-e ez, illetve a vezetés, mindig ez, hogy ezeknek a közösségnek a vezetését elő tudjuk-e állítani? Hát ez, hogy ezzel az emberanyaggal ugye tudunk-e mit kezdeni. Mondjuk ez van. Igen, ezt szokták mondani, de én bízom a magyar népben. Ugye itt végment rajtunk egy úthenger, a bolsevizmus úthengere, ami totálisan tönkretette a magyar népet. Tehát korrumpálta szellemileg, lelkileg és testileg. Tehát a szerencsétlen magyar, akit mondjuk a ugyanúgy, ahogy ez lezajlott egy évszázaddal vagy fél évszázaddal korábban Nyugat-Európában, a faluból fölterelték a nagyvárosba, beterelték a gyárba, majd utána ugye itt a jelen esetben Magyarországon kapott egy panellakást, itt Békásmegyeren vagy akárhol, és beszorult egy 55 négyzetméteres beton kaszniba, ahol nem lehetett normális életet élni, ezért jellemzően itt ugye a stúdió itt Óbudán van, a Békásmegyerre telepített lakók első generációja a textiliparban dolgozott, faluról jöttek, és kellett valami kert, mert ott nem bírták ki, és akkor így keletkezett a Szentendrei-szigeten a Surányi-Horányi hétvégi házak tömkelege, ahova békásmegyeriek vettek kis földecskét, hogy ott gazdálkodtak, mert nem bírták volna ki, megőrültek volna. De már a második és harmadik generáció már még jobban tönkre lett téve, és gyakori az, hogy egy panellakás le van, vagy egy panelház ott áll lepusztulva, körülötte az ablakokból kihaigált üres szeszes üvegek, és lent videókölcsönző van, és kész. Tehát ez az alagút vége körül, vagy a szakadék széle. Tehát idáig le lett amortizálva a nép, de ne becsüljük le, mert nem tudhatjuk, hogy mikor áll talpra.
56-ban még jóval egészségesebbek voltunk, és akkor se gondolta volna egy nappal előtte se senki, hogy mi történik október 23-án, mert egy szervezett provokációval indult a forradalom, amit a Rákosiék szerveztek, kinyitották a fegyverraktárakat, stb. De azzal nem számoltak, hogy a forradalom más irányt vesz. Megmozdult az egész nép, és nem kezdtek el fosztogatni, nem lett káosz, a betört kirakatokból nem vitték el az árut, hanem ott perselyeket tettek le, és gyűjtöttek a forradalom sebesülteinek. És a vidékről megindultak a parasztok szekerekkel, hogy hozták föl a városba a forradalom résztvevőinek a kenyeret, meg ilyen elképesztő legendák, amit Karácsony Gábor leír az 56-os regényébe, hogy egy paraszt szekér megérkezett a Móricz Zsigmond körtére egy hordó vérrel, amit a falusiak adtak, hogy a városiakban a sebesülteknek legyen vér. És akkor még volt egy ilyen parasztság. Tehát most, ha... Volt amikor... egy a szakrális, tiszta belső igazságnak a maradéka meg tudott mozdulni. És hogy ez a maradék megvan-e bennünk, ez itt a kérdés. Én azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy mi történik, ha egy természeti katasztrófa, egy hóvihar keletkezik. Az emberek a környéken azonnal megszervezik magukat, meg a kocsisorba befagyottak, a 2013-ban volt egy ilyen nagy hóvihar. És tehát az emberekben hajlamos egy szélsőséges helyzetben fölébred ez a mélyen elaltatott képesség. Tehát én nem mondom, hogy ez a magyar népszellem ez elpusztult volna. El van nyomva, nagyon el van nyomva, de ha levegőhöz jut, akkor én bízom benne, hogy képes lesz talpra állni, és Makovec Imre is azt mondta annó, hogy amikor vidéket járja és beszél az embereknek, akkor ő tartja bennük a lelket, mert bizony kell. És el kell higgyük, hogy ez az egész ma már globális bolsevik világkormány diktatúra, amit épülget mindenütt a világon, ez nem fog menni, mert ezeknek a képviselői azért csinálják ezt, mert ők félnek tőlünk, attól a potenciált, ami bennünk van, csak alszik. Ha erre rájövünk, akkor nincs előttünk semmi akadály. Rá lehet jönni erre lokálisan is? Abszolút. A globalitásban? Mint ahogy ezek az önfenntartó közösségek, mondhatom már nyugodtan, hogy mozgalma, ez az elmúlt 3 évben rohamosan felfejlődött. Tehát emberek tömegével kezdték el érezni, hogy itt valami nem stimmel, ez gyanús, ez az egész rendszer. Én köszönöm szépen, ebből ki szeretnék szállni, és valami emberhez méltó életet akarok magamnak. És akkor ez persze ösztönös módon zajlott, és különböző körök szervezték meg magukat, biogazdák, prepperek, jogások, ezek, azok, amazok, és volt, aki vett magának földet, elkezdett gazdálkodni, tehát ez a folyamat zajlik, az egyetlen egy nehézsége, hogy ösztönösen. És most érkezett el oda, vagy hát végül is a párhuzamos társadalom mozgalmat mi azért alapítottuk, hogy érzékelvén ezt a mozgást, hogy ezek az ösztönös csoportok találjanak egymásra, hálózatosodjanak és integrálódjanak. Üljenek le egy kerekasztal köré, és kezdjék el fölépíteni annak az egészséges alternatíváját, ami a jelenlegi fennálló struktúra, ami beteg és nem működik, vagy ellenük működik. És ez most nem kormánykritika akar lenni, vagy egyáltalán, hanem ez az egész mai paradigmának a kritikája. És ezt kell észrevegyük, és most ez e felé törekszünk, azt gondolom. Hát olyan értelemben működik ellenük, közgazdasági értelemben is, hogy egy alapvető terméknek az ára meg tud 10-szereződni, 20-szorozódni, mire mi ki kell fizessük, és mi 10-szer, 20-szor annyi munkát kell elvégezzünk, ahelyett, hogy sokkal kevesebbet kellene dolgozni, akár a pénzben is kifejezzük, és
méltó életet tudnánk élni, és a családi feladatainkat el tudnánk látni, a jövő nemzedéket ugye fel tudnánk nevelni, az egészségünket meg tudnánk tartani, és ezt folytathatnánk, ugye, tehát hogy ez a fajta rendszer, ez ilyetén módon fordul ellenünk a saját természeténél fogva. Tehát ez nem egy eltervezett dolog, hanem maga a természete ilyen. Igen. A vezetésre akarok visszatérni, hogy nagyon, illetve talán arra is érdemes visszatérni ugye a nézők kedvéért, hogy vajon ez a fajta önellátás, ez milyen életszínvonalon lehetséges, hogy tényleg vissza kell venni abból, ami most van, rosszul. Mert hiába érezzük azt, most magam is elkezdem a választ, ugye, de hogy többet tudunk fogyasztani, hogyha az mérgezett étel, hogyha az mérgezett levegő, hogyha az mérgezett víz, és a betegségeinket generáljuk. Hogy lehet, hogy a kevesebb jobb lenne, ha az nem lenne ilyen. De vagy hiába tudunk elmenni több ezer kilométert egy hónapba az autóinkkal, hogyha igazán ennek a nagy része kényszer, ugye közlekedés. És lehet, hogy nekünk elég lenne, ha nagyon-nagyon jó kedvünk lenne, akkor egy hónapban 200-500 kilométert menni, és nem 3000-et. Ugye, tehát, vagy ilyen példákat tudok most hirtelen felhozni, hogy az életszínvonalunknak is kicsit hasonlít ez ahhoz, hogy vajon a szükségleteinket meg tudjuk-e állapítani, hogy mire van nekünk szükségünk. Abszolút. Nagyon jó a példa, mert egyrészt, ahogy az előzőekben beszéltünk róla, hogy ma a szükségleteinket manipulálják, tehát PR cégek dolgoznak azon, hogy reklámokon keresztül mesterséges szükségleteket teremtsenek számunkra, és oda tereljenek. Tehát ez alapkérdés. De a másik, amit említettél, hogy igen, egy úgynevezett önellátó parasztgazdaság, amiben már nagyon kevés van, mondjuk Székelyföldön még lehet találni néhányat, ott is kiderült az elmúlt évtizedekben, hogy az azt a szerény paraszti életmódot képes fenntartani, de azt, hogyha már ott napi szinten egy autót kell használni, üzemeltetni, azt már nem lehet ebből kitermelni. Tehát ez az a rendszer, az a tradicionális rendszer azokkal az erőforrásokkal nem alkalmas egy magasabb életformára. Na most ezt nézzük meg onnan, hogy oké, akkor mi az alternatíva, de azt látjuk, hogy ott erre az a válasz, hogy jó, akkor éljük fel az erdőt, adjuk el a fáját, és akkor abból lehet egy magasabb életszín. Néhányan ezt a modellt követik. Nézzük meg a másik végletet, ami az USA-ban össze is omlott, amikor a 2008-as válság kitört, ott az ingatlanpiac, jelzáloghitelpiac omlott össze. Ott pedig milyenek ezek az amerikai lakások, amikről ott szó volt? Hát például az arizonai Phoenix nevű város, ami a legnagyobb ilyen kertvárosa a világon. Ennek a hossza úgy 300 kilométer. Ezek ilyen családi házak, amikben dupla garázs, úszómedence, ez az amaz, mind könnyű szerkezetes, amiben klímaberendezés van, stb. Tehát energetikailag egy katasztrófa. Mindez mondjuk az arizonai sivatag közepén, amit a Colorado folyó vizével látnak el. Ebből az egészből az látszik, hogy ott egy család naponta, mit tudom én, 150-200 kilométert autózik. A mama ugye viszi a terepjáróval az iskolába a gyerekeket shoppingolni, aztán haza, stb. És az látszik, hogy ez a rendszer nem fenntartható. Olyan környezetben, ami az életre alkalmatlan. Eleve alkalmatlan. Tehát lásd Dubaj. Az is egy amit abszurdum. Most építenek, tehát igen. Tehát. Ez egy abszurdum, és az a vicc, hogy szoktam emlegetni, hogy ez már látszódott, ha valaki ismeri az Antonioninak a Zabriskie Point nevű filmjét. Az a 60-as évek végén ezt megjósolta, ott volt azon a helyen, ahol ezek a lakóparkok kezdtek épülni. A kezdés pillanatában vizionált egy hatalmas robbanást, ami a film végén van, hogy ez lesz belőle, és bejött. Tehát ez lehetett látni, ezt a tendenciát. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez fenntarthatatlan, vagy csak külső erőforrásokkal lehet, amihez háborúk kellenek, hogy kőolajt nyomjunk oda, vagy bármit.
Tehát látszik a járhatatlan út, az látszik. Az a kérdés, hogy milyen az a fenntartható életmód, ami és mi az az életszínvonal, amit ebből föl lehet építeni. Most annak az új pénznek, amit mi fejlesztünk, az alapjait egy svájci bankár rakta le, egyébként Rudolf Steiner gazdasági javaslataira építve. Ez a bankár Alexander Kaspar volt, akit volt szerencsém ismerni, és azt mondta, hogy amennyiben át tudunk állni erre a társulásos gazdaságra, ami nem profitorientált, akkor a jelenlegi gazdaság olyan mértékű pazarlást folytat, hogy egy jelenlegi életszínvonal fönntartásához, amint ma élünk, fele annyi munkaidő is elég lenne. Akkor a jelenlegi rendszer pazarlása. Na most ez természeti erőforrásban, emberi képességben mindenre illetve érvényes. Illetve a tőkefelhalmozás, amit ezenek az igen. alapján végeznek a mi terhünkre, hogy ezek az embertelen vagyonok létre tudnak jönni, így aminek van. Senkinek nincs szüksége. És pontosan azt mondta, hogy a krízis, ami akár polgárháborúig elmehet, ami várható, mert ő azt jósolta 2018-ban, hogy 15 éven belül Európában egy nagy krízis lesz, ami háborúig mehet, annak az egyik fő kiváltó oka a jövedelmi szakadék lesz. Hogy vannak csillagászati jövedelmek, akik a pénz, illetve tulajdon monopólium magas polcain ülnek, és az átlag dolgozó közt, ahol egy hatalmas, egyre nyíló jövedelmi szakadék van, amit ez a rendszer termel ki. És azt senki nem mondhatja, hogy egy svájci bankigazgató fizetése az miért az ezer szerese egy szakmunkás fizetésének. Nincs olyan nincs társadalmi hasznosság, ami ezt indokolná, hanem az egy monopól helyzetből adódó extra profit. Itt van azért egy nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy ezt a fajta társadalmi egyenlőtlenséget, ugye, ha jól értem, akkor orvosolhatnánk a régi eszmei alapokon is, amiről az egész párhuzamos társadalom mozgalom is szól, az önellátás, ezek a fajta együttműködő közösségek, ugye, és sokkal alacsonyabb profit, nem is profit, hanem sokkal alacsonyabb pénzügyi szinten abszolút sokkal jobban ki tudnánk magunkat szolgálni, sokkal kevesebb ugye munkával, és jól élnénk, és egészségesen élnénk, de nem ez az alternatíva jön most felénk, hanem egy erőltetett kommunista alternatívával akarják, mert ugyanez a kommunista alternatívának az alapja, hogy ők az egyenlőtlenségeket akarják megszüntetni, minden nemű egyenlőtlenséget, és nem a természetes módszert, hanem a még inkább kiszolgáltatott, hogy ne legyen élelmiszertermelés, betiltjuk a mezőgazdaságot, átalakítjuk a pénzügyi világot, ugye, és létrehozunk egy elektronikus pénzt, amit majd úgy manipulálunk és veszünk el, és büntetünk, hogyha te nem jól csinálod, és csak kártya legyen, és nem ez a kártya, hanem ebben most nem megyek bele, hanem egy másik fajta. Mindenféle más alternatíva, és ugye közben meg a gyárakból, tehát azt mondják ők, hogy az állam, ami nem a magyar államot jelenti meg a német államot, hanem egy államok fölötti szuperállam, és a globális cégek fognak mindennel ellátni, tehát a kiszolgáltatottságunkat még tovább akarják növelni, mert csak így hozható létre ez a fajta egyenlőség szerintük. Most azért érdemes erről beszélni, mert ennek a nincsen csatája egyébként. Azt akartam, hogy ennek a csatája zajlik, de nem zajlik a csatája, mert van egy fő mainstream, rengeteg fiatal, idős, mindenki azt mondja, hogy igen, változtatni kell ezen az egészen, és ezért ez az új kommunizmus, ez egy fantasztikus javaslat, és nekünk be kell mutatni, hogy van más javaslat is, ami nem erről szól, ami a szabadságról szól, ami az egészségről szól, ami a természetes dolgokról szól. Jól értem, hogy a párhuzamos társadalom mozgalom is ennek az egyik motorja kellene, hogy legyen meg maga az egész eszmeiség, amiről itt is beszélünk állandóan, mert én is szoktam erről beszélni. Igen, ez nagyon nehéz, mert ez egy nagy panorámát kell felrajzolni, hogy ezt az összefüggést lássuk, mert ez a globális hatalom, ami egy világkormány felé, egy világ szuperállam felé terel minket, ez valójában ennek a lejárt egységállam eszmének a további éltetése, mint egy zombi, ami egyre nagyobb, most már globálisan nő. És ennek az előzményei ugye ott vannak, hogy ez az úgynevezett háttérhatalom, amit
nevezzünk néven, ez a tulajdonképpen az angol száz páholyok világa, akik a 20. század történelmét döntően befolyásolták, és de mi ezeknek a szándéka? Ezek, ezt ne azonosítsuk az angol száz népekkel, az angol-amerikai néppel, mert minden népnek van egy történelmi missziója. Jelen esetben az angol száz népeknek az a történelmi missziója, hogy az egységes világgazdaságot megteremtsék. Ez van a vérükben, és ezt csinálják, és van egy maroknyi, egy titkos elit, ami erre rátelepedett, és ezt próbálja saját egoista érdekei érdekében irányítani. Most ez az elit, ezek a páholyok, ezek ismerik az emberiség fejlődés szellemi hátterét és a perspektíváját évezredekre előre. És azt is tudják, hogy most a civilizáció centruma a jelenlegi kultúrkorszakban, Közép-Európában van, a germán kelta kultúrkorszakban, tehát a civilizáció forrása itt van, Németország, Magyarország, Svájc, Ausztria, ebben a régióban. Innen táplálkozna a civilizáció, ami fölött ők ellenőrzést akarnak gyakorolni. Ezért hozták létre a hatalmi struktúráikat, és ha megnézzük a NATO doktrináját, ma is megtalálható NATO honlapján az alapító főtitkára Lord Ismay biográfiájában, mi a NATO feladata? Egy hármas jelszó. To keep America in, Russia out, Germany down. Vagyis, hogy Amerikát bent tartani Európában, az oroszokat kint, a németeket lent. Vagyis a németeket padlóra kell küldeni, hogy ellenőrzést tudjunk szerezni Európa fölött. És ezért indították az első világháborút, hogy kiiktassák a civilizáció forrását, Németországot, illetve minket. És ezt folytatták a második világháborúval, majd, és itt jön a lényege a mondókámnak, hogy igen, de 47-ben Churchill megfogalmazta Londonban, a Royal Albert Hallban, a Egyesült Európa találkozón a feladataikat az évszázad hátralévő részére is. Ott mondott egy kulcsmondatot, hogy a célunk egy Európai Unió, mert ez a szükséges közbenső lépcső fog egy mindenható világkormány létrehozásához. Ezt így szó szerint elmondta. Ezt így szó szerint elmondta, és még azt is mondta, hogy előtte a Népszövetség létezett, hogy az nem jól működött, és ennek a pótlására létre kell hozni az ENSZ-t. És az ENSZ-ből lesz az a bizonyos világkormány, ezt most már ők maguk is bevallják. Tehát a bolsevizmust, amit Londonban főztek ki, mert ugye Marx Londonban írta a kommunista kiáltványt, ezt az eszmét globálisan növesztik, és ránk akarják húzni, azért, hogy elnyomják azt az eszmét, ami Németországból az önigazgatott társadalom eszméjeként állandóan föl akar törni a 20. század eleje óta. Ezt ők állandóan le akarják taposni, és ez még nem elég, mert tudják, hogy a közép-európai kultúrkorszak, amiből még hátra van azért egy olyan több mint 1500 év, tehát még azért van időnk, utána a szláv kultúrkorszak jön. Ezért Közép-Európa lenyomása után az orosz területre is rá akarnak tenyerelni. Tehát ezért zajlanak ezek a nagy geostratégiai manőverek, hogy ők már a távoli jövőt is kontrollra akarják vonni. De ezt tudnunk kell, hogy ez egy szűk parazita elit, akik az emberiség fejlődésen élősködnek, és ennek a megoldása innen származik, és az nem a globális bolsevista állam, hanem ez az önigazgató társadalom, ami alulról nő. Ugye itt figyelmeztették Németországot az első világháborúval, a második világháborúval, figyelmeztették utána a rendszerváltás közelében is, ugye fölrobbantottak ugye olyan bankigazgatókat, akiknek jelezték, hogy ne nagyon lejönnek a német tőkét. Ugye a német tőkéseket, nagy tőkéseket állandó terror alatt tartják most is. És tehát a német ébredéstől azért sok minden függ, mert most sikerült ugye olyan kollaboráns vezetést is találni, aki
egy év alatt tönkrevágja Európa gazdasági motorját, ugye, mert megint sikerült fölkapaszkodni egyfajta motorra, mert Németország ugye már évtizedek óta a világ második, harmadik legnagyobb exportőre, ami ugye hihetetlen a méretéhez képest az ereje, és a ottani gazdasági potenciál, ami van, akár az élelmiszeriparban is, meg amit most látunk, ugye a gazdatüntetések, amik vannak. Kérdés, hogy az ő ébredésük meg tud-e fordulni, de hogyha ez az alapja ugye ennek a fajta eszmeiségnek, akkor az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most ugye a vége fele járunk, talán még egy dolgot hoznék fel, én bennem az állt össze most az alapján, amit mondasz, hogy itt nálunk is a jobban szituált emberek lesznek azok, akik a legkevésbé vonhatóak be ebbe a folyamatba. Vásárlóként talán igen, mert az egészségük megóvása érdekében hajlandóak megvenni a kosár közösségek, meg az egyéb ilyen önellátó rendszereknek a termékeit. De talán azok a tömegek, akiknek már eleve, mert ugye arból indultunk ki, hogy egy falusi, régi önellátó életszínvonal az életet tette élvezetessé is, sok munkával, vagy értelmessé is tudta tenni, meg egészségesebbé tudta tenni, de most ugye talán azok vonhatóak be, azok a tömegek, akik a panelben laknak, akik eleve alacsony életszínvonalon vannak, viszont értelmetlenül, egészségtelenül, kilátástalanul, hogy legyen nekik olyan kilátás, egészség, értelem az életükbe, hogy talán ebbe az irányba össze lehessen őket szervezni, és ez nagyon érdekes, ez így állt össze bennem, pontosan a falusi analógia kapcsán, amihez én is ugye közel állok, mert ugye bejártam ezt a világot annak idején. Úgyhogy ha még akarsz reagálni, akkor szívesen megadom a szót, és utána lekeverjük. Igen, hát igazából én azt gondolom, hogy csak utalva Németországra, hogy Németország lehet, hogy egy kulcs szereplő, de őket tényleg nagyon tönkretették. Tehát a két különböző migráns hullámmal, a török vendégmunkások beengedésével, ami amerikai utasítása történt, és a 2015 óta odaáramló tömeggel, rövidesen elérjük azt, hogy Németország népességének kevesebb, mint a fele lesz német. Tehát ők iszonyatosan ágyú tűz alatt vannak, és én azt gondolom, hogy mindent összevéve, minden nyomorultságunkkal együtt, Magyarország most az a hely, ahol egy változás elindulhat. És ezt nem csak én mondom, hanem ezt mondta az idézett Alexander Kaspar, Zürichi bankár, és ezt mondta a egyik legnagyobb pénzügyi koponya, Richard Werner, német professzor, akivel itt Budapesten találkoztam többször is. Ő is úgy látja, hogy Magyarország lehet az a hely, ahol most egy változás lehet, és erre most különös újabb esélyek is nyílnak. Úgyhogy ennek a reményében folytassuk. Nagyon szépen köszönöm Ercsei Attilának, hogy itt voltál, és ismét újra nézendő, másoknak is elküldendő, gondolatébresztő, magukat vető, a szellemben magukat vető anyag keletkezett. Úgyhogy örülök, hogy együtt voltunk, örülök, hogy bírjuk ezt a kemény tempót, és találkozunk legközelebb, hajrá együtt!